Tulajdonképpen a téma, amiről beszélnék, ez egy kutatástörténet, és az előadás nagyobb része az nem is az én kutatásom, bevallom őszintén, hanem hát összegyűjtöttem az adatokat, amit erről a témáról tudni lehet. Az előadás második fele az, ami tulajdonképpen utána jártam egy kicsit a dolognak, és hát úgy tűnik, hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, gyakorlatilag azzal függ össze, úgy összességét tekintve, hogy a 19. század második felében egy nagyon komoly érdeklődés nyilvánul meg, mindannyian tudjuk, az iszlám művészete iránt, és ezen belül az oszmán művészet iránt is, és nagyon nagy mennyiségű műtárgy állomány áramlik Európába, amit úgy manapság már az öntudatra ébredt, illetve hát a kutatóknak egy új generációját kinevelt országok igenis nehezményeznek, és egyre inkább előtérbe kerül az a kérdés, hogy mi az, ami a miénk, mi az, ami Európához tartozik. Ha csak a Google szintjén beütnek bizonyos kérdéseket, például a Louvre-nak a legújabban megnyitott nagy iszlám művészeti kiállításával kapcsolatban, ott is érdekes kérdések merülnek fel, mert miután a kiállítás megnyílt, a török állam bizonyos műtárgyakat igen erősen visszakövetelt magának, mondván, hogy azt úgy vitték el, hogy restaurálni vitték el, és nem az eredetit kapták vissza, hanem az különböző európai gyűjteményekbe és a Louvre anyagába is elkerült. Tehát ezek a műtárgyak, különféle műtárgyak, köztük az úgynevezett izniki kerámia is, vándorolnak a világban, gyakorlatilag az 1850-es évektől kezdve vándorolnak, még annyi háttérinformáció, de nem akarok elkalandozni, mert ez az egész egy nagy mesetörténet, tehát mivel Anatólia ugye egy ilyen földrengés sújtotta vidék, nagyon sok álló 15-16-17. Századi oszmán műemlék lett földrengés áldozata, és a földrengésben elpusztult épületek díszítményeit kezdték összeszedni az európai kutatók, valóban kutatók, kincsvadászok, akkor alakuló múzeumok, gyűjtemények alapítói, és ezek kikerültek Európába. Na most van nekünk egy csodakincsünk, az úgynevezett sárospataki bokályos ház, erről ugye na, hát többen látták, ja, akkor most egy pillanat. Ez csak illusztrációnak, ez ugye nem a miénk, ez ugye az isztambuli Rüstem Pasa Dzsáminak a belső tere, ezt csak illusztrációként helyeztem itt el, ez az izniki kerámia gyártásnak a fénykora, amikor ugye uralkodói, illetve nagyon magasrangú tisztviselők számára ezt a rendkívül drága anyag, aki megengedheti magának, annak számára ezer számra készítenek ilyen csempéket, és hát a Rüstem Pasa Dzsámi ugye az egyik legszebb példája ennek, hát számos példát lehetett volna mutatni, de ez egy különlegesen szép, úgyhogy ezt most itt csak hangulat miatt felraktam, beraktam a sorozatba. Ez viszont, ez az, amit nyilván az itt ülők közül is sokan láttak, ez az úgynevezett sárospataki bokályos házunk, mondjuk így, vagyis a sárospataki vár vörös tornyában rekonstruált kis fogadó terem, amit Konstantinápolyból vagy Isztambulból rendelt fali csempékkel borítottak, ugye első Rákóczi György kívánságára vagy rendeletére. Most egy picit talán ezt a eredeti szövegemet olvasnám, mert különben lehet, hogy el fogok kalandozni. Tehát annyi a lényeg, hogy az erdélyi fejedelmek oszmán falicsempékkel díszített fogadótermeiről, az úgynevezett bokályos házakról a korabeli források alapján régóta tudomásunk van. Mint alább látni fogjuk, a 19. század második felében, amikor a levéltári források közreadásával
A bókályos házakra vonatkozó adatok a magyar nyelvű szakirodalomban fokozatosan nyilvánosságra kerültek, a sárospataki bókályokkal azonos motivumokkal díszített falicsempék, oszmán műhelyben készült falicsempék, minden bizonnyal már megkezdték vándorlásukat, műgyűjtők és műkereskedők kezén, kézről kézre, gyűjteményről gyűjteményre. Szem előtt voltak a nagyvilágban, azonban mégsem ismertük fel őket. Nem is ismerhettük fel, hiszen a bokályos házak nem maradtak fenn. Ugye tudjuk, hogy körülbelül 100 év telt el, amikor Molnár Veronika ásatásai nyomán, a sárospataki ásatások során csempe töredékeket találtak az ásatási anyagban, és akkor Molnár Veronika ezzel ő hosszasan foglalkozott, majdnem, hogy a tudományos munkásságának ez volt az egyik nagy része, hogy a Beke Barabás híres kötetben ugye többször leközölt 1888-as kötet, és többször idézett forrásanyag alapján, a Rákóczi Györgynek a levelezése a portai követeivel, összejönnek végre a forrásadatok, hogy Rákóczit nem hallani, amit magyarázok? Tehát Rákóczi levelei nincsenek meg, de a követek válaszai vannak meg, vagy nem tudom, hogy megvannak, vagy nem, de minden esetre ebben a forrás kiadványban a követek levelei vannak meg, és ugye mindig jelentenek a fejedelemnek, hogy tárgyaltak, ott voltak, már elfogyott, elvitték, mégis vettek. De hát ott van az írott anyag, 17. századi, van a vita, hogy hogy is volt, ott volt, jött a bokály, csinálott török, nem jött, mit csinált, és akkor ugye a Molnár Vera az ásatáson megtalálja ezeket a töredékeket, elkészül a rekonstrukció, és fölteszik a kis fogadószobának a falára ezt, a rekonstruált csempéket. Jó, ennyit tudunk egyelőre, aztán 1999-től Simon Zoltán kollégánk ás a Regéci várban, és egy újabb adag sárospataki bokályt talál, teljesen ugyanolyan, mint a pataki bokályok, és 1644-ben lesz ugye Regéci várból találja, Regéc 1644-ben lesz Rákóczi birtok, és teljesen egyértelmű, hogy valamilyen módon Rákóczi György személyéhez köthető. Elnézést, ez már a... Igen. Na most itt van egy idézet, Mauer Mihály portai követ írja a fejedelemnek, hogy megrendelte, meg is vette volna, és a formája, a csempe formája most is a csempe készítő töröknél van. Na most ehhez hát 17. századi nyelvészettel foglalkozó kutatóra volna szükségünk. A formája, ezt az angol szövegben Molnár Vera úgy fordította, hogy pattern, tehát a mintája van meg a csempe készíténél, de lehet, hogy az öntő minta került a csempekészítőhöz. Minden esetre ez is egy vitatott szövegrész, hogy valóban megkapta a mintát, vagy nem kapta meg, nem tudjuk, ez még mindig kérdéses volt. Minden esetre itt van a hiteles szövege 1640-ből Mauer Mihálynak. A pataki bokályoknak a mintázata, az nagyon sok gondot okozott a kutatóknak, és mivel annyira ez a gránátalma motívum annyira eltér a szokásostól, és nem jellemző az oszmán művészetre, ezért többen hajlottak a korábbi kutatásban, hogy valamilyen módon habán fazekasok készíthették ezeket a csempéket. Na most én mutatok néhány olyan csempét, ami hát valóban izniki fali csempe, és úgy tűnik, hogy bizonyos motívumokat felismerhetünk az úgynevezett sárospataki bokályokon, tehát ez tulajdonképpen a kettőnek valamifajta kombinációja. Ezt egyébként már a
korábbi kutatók, Molnár Vera, illetve legutóbb Papp Adrien is feszegette egy munkában, hogy a kettőnek az összhatásáról lehet itt valamilyen szó, valahogy szó. Tehát az a mester, aki ezeket a gránátalmás pataki bokályokat készítette, az tisztában kellett legyen az oszmán művészet bizonyos motivumaival is. Ezek a motivumok megjelennek egy kicsit leegyszerűsített formában a sárospataki bokályokon is. És akkor 2005-ben rendeztünk egy konferenciát Sárospatakon, ahova több neves kutatót meghívtunk, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy ez a konferencia adta meg a választ a felvetett kérdésekre, mégpedig két módon. Az egyik Balla Mártának a kutatása volt, aki kimutatta anyagösszetétel alapján, hogy a Sárospatakon talált csempetöredékek összetétele nagyon közel áll a valóban Iznikben készült kerámia töredékekhez, és megvizsgált Sárospatak környéki habán töredékeket, és azoknak a kémiai anyagvizsgálatot végzett egyébként, nem petrográfiát, azoknak az összetétele pedig egy egészen más csoportba sorolható, tehát már a Balla Márta féle anyagvizsgálat azt mutatta, hogy ezeknek a csempéknek mindenképpen valahol Anatólia területén kellett készülniük. Az igazi meglepetést azonban Doris Abuszeif professzorasszonynak a kutatása hozta. Doris Abuszeif először nagyon hitetlen volt ő maga is, amikor a pataki csempéket látta. Egyébként a konferencián ott a kutatók, a meghívott török, meg volt egy angol kutatónk, volt a Doris, aki ugye hát a Szoaszon tanított, de hát a mamluk építészettel foglalkozik. Hát eléggé hitetlenkedtek, de az történt, hogy a mamluk építészettel foglalkozva a Doris felfedezte, hogy Ibrahim Al-Kulsáni szufi sejknek az 1519 és 24-ben Kairóban épült mauzóleumának a homlokzatán mindenféle risz, rossz, ép és töredékes csempéből összeállított csempe töredékeket láthatunk, és hát így néz ki a mauzóleumnak a homlokzata. Van rá egy pontos adat, Doris közölte is, 1839-ben burkolták újra a mauzóleumnak a homlokzatát, minden felől elhurcibált csempe töredékekkel. És ebben a, hát talán ezen, nem tudjuk kinyadítani, nem tudom talán, de kinagyítva elég jól lehet látni, tehát ebben az egyvelegben több ponton találunk olyan patkét, például ez, ami megegyezik a sárospataki csempékkel. Magyarán a sárospataki, úgymond sárospataki csempékkel, tehát 1839-ben, illetve előtte valamikor kellett állni a Kairóban egy olyan épületnek, amit olyan csempék borítottak, mint a sárospataki bokályos házat, tehát ezeknek a nyilvánvaló tehát, hogy ezeknek a csempéknek a forrását nem erdélyi vagy sárospataki fazekasok körében kell keresnünk, hanem valahol török területen, és erről a területről két irányba, vagy ki tudja hány irányba mozdultak el ezek a mozdult el ez a csempeanyag. Tehát gyakorlatilag ez a kairói felfedezés megerősíti azt, hogy birodalmi szinten működött ez a dolog, tehát
a fejedelem követei valóban elmentek a bokálykészítő mesterhez Isztambulba. Ez megint egy jó kérdés, hogy az összes levél arról szól, hogy ők Isztambulba mentek, és soha nem említi, hogy Iznikbe mentek volna, hogy izniki emberrel tárgyaltak volna, tehát mindig valahol Isztambulban folyt ez a tárgyalás, és úgy tűnik, hogy ők onnan hozták, és ugyanattól a mestertől, vagy egy másik isztambuli mestertől, de Kairóba is egy nagyobb mennyiségű, ugyanilyen mintával díszített fali csempének kellett elkerülnie. Most van egy gyanunk, hogy van egy Ibrahim nevezetű Janicsár aga, a kairói Janicsár alakulatnak a vezetője, aki pontosan ebben az időszakban ügyködött Kairóban, és az ő nevéhez köthető, pontosan erre pontos adatok vannak, az ő nevéhez köthető, hogy az Akszunk, a kairói Akszunk úr mecsetet, ami ugye eredetileg 1376-ban épült, tehát nem az Ibrahimnak az alkotása volt, nem oszmán épület volt, hanem egy korábbi kairói épület, annak a belső terét Törökországból, Anatóliából hozatott fali csempékkel borította, mégpedig pontosan az akkori divatnak megfelelő fali csempékkel, és hát itt nagyon egybevágnak az időpontok, mert ugye 1640 körüli a első Rákóczi Györgyféle rendelés, a Sárospataki, és 1652 pedig az Akszunk úr mecsetnek a borítása. Na most itt néhány példa, ugye ez csak innen volt összehasonlító anyagom, ez egy megint másik történet, hogy a pécsi zsolnai gyűjteményben is vannak e típusba tartozó, ilyen 17. század közepére jellemző csempék, amiket ugye zsolnai mindenféle úton, módon szerzett a gyűjtő útja során. És csak mutatom példának, hogy a Topkapi Szerálynak a Reván vagy Jereván pavilonja, tehát a jereváni győzelem után állított pavilon, illetőleg a bagdadi pavilonban ugyanolyan típusú csempen borítást láthatunk, mint az Akszunk úr mecsetnek a kibla falán. Tehát ez úgy tűnik, hogy a korban legdivatosabb csempéket rendeltette meg magának, és használta fel a kairói építkezések során. Most ami a történetnek a folytatása lenne, hogy miután megjelent ennek a Sárospataki konferenciának a kis kötete, hirtelen kiderült, hogy a világban szanaszét több ilyen csempe van, amiről eddig még nem tudtunk. Kiderült, hogy az isztambuli Szatberkhani Müzesinek a gyűjteményében is van egy darab, sőt 2008-ban Christie's aukción, azaz ismeretlen magángyűjteményből származó, az 2008-ban Christie's aukción fölbukkant kettő darab, majd 2013-ban egy újabb Christie's aukción még kettő darab, ez itt az a bizonyos Fernand Adda gyűjtemény, ami meg különösen érdekes, mert a Fernand Adda egy nagyon gazdag műgyűjtő volt, és Alexandriában élt, és hát ez úgy számomra is mostanában derült ki, miután a Fernand Addának a nevébe belebotlottam. Tehát Alexandria az iszlám művészetének egy ilyen gyűjtőhelye volt a 20. század elején, és több gazdag, elsősorban gyapott kereskedelemben meggazdagodott családnak a műértő, műgyűjtő tagja gyűjtött iszlám tárgyi emlékeket, kerámiát is, például a híres, mindenki ismeri, az athéni Benaki Múzeumnak a megalapítója
illetve az ő családja is Alexandriából származik, és az alexandriai gyűjtésből adományozott jelentős műtárgy mennyiséget az athéni Benaki Múzeumnak. Most ez a sor, hogy Alexandriában juthatott a Fernand Adda ehhez az anyaghoz, ez megerősíti ezt az egyiptomi szálat, amit a Doris Abusej felvetett, de nem feltétlenül, mert ezek az emberek nagyon széles ilyen műkereskedelmi és díler hálózattal rendelkeztek, és hát van egy, mondjuk mint múzeumi embernek, ez különösen érdekes, hogy ezek a műtárgyak a 19. század vége óta keringenek, sőt, Isztambulban például hivatásos emberek foglalkoztak ezzel, hogy Perában nagy lerakatuk volt, ahonnan a Európa más tájaira is műtárgyakat hát árusítottak, adományoztak. Tehát ez tulajdonképpen a vándorútja, hogy nekünk itt van Sárospatakon, ez az értékes és különleges anyag, a vita eldőlt, mindenképpen oszmán területen készült, viszont a mintázat különlegessége, ez a gránátalmának ez a különös ábrázolása, ez pedig tényleg valószínűleg, hogy európai mintakönyvből származik, ez nem jellemző az oszmán művészetre egyáltalán, tehát valamilyen kombinációról mégiscsak beszélhetünk, mégiscsak lehetett Lóránffy Zsuzsannának valamilyen szerepe abban, hogy ez a minta elkerült Isztambulba, és az ott dolgozó művész pedig kombinálta a kettőt, és így született meg ez a különleges darab. Még annyit tennék hozzá, hogy ez egyáltalán nem furcsa, hogy nagyobb tételben készítenek. A Filiz Jenisehirli Ólunak, egy török kollégánknak van egy nagy kutatása, ők is ilyen database-t készítenek, ők a Topkapi Szerályban felhalmozott falicsempe anyagról, és nem az épületre fölrakott falicsempékről, hanem a raktári anyagról, és azt írja a Filiz, hogy 25 ezer és 30 ezer közötti ezeknek a csempéknek a száma, és osztályozták is őket, úgyhogy egyszer felhasznált, egyszer sem felhasznált, nagyon sokszor felhasznált anyag, tehát leszették, visszatették, többet gyártottak, elraktározták, és ebbe a folyamatba pontosan beleillik a mi sárospataki történetünk, hogy nem annyit gyártottak, hanem sokkal többet, azt eladták valaki másnak 10 évvel később, és így került Kairóba, és hát nyilván nem Sárospatakról, hanem valószínűleg Kairóban elbontott épületről aztán bekerült a műtárgyforgalomba, és ma is kering a világban. Ugye az utolsó adatunk ez a 2013-as Christie's aukció, de azóta megtudtam, hogy a Louvre gyűjteményében is van belőle, úgyhogy szerteszét a világban. Köszönöm szépen!